A magyar és a román rendőrség között 2013 óta létezik egy együttműködési megállapodás, amelyet a két belügyminiszter egyetértésével kötött a két ország rendőrsége. Ennek a megállapodásnak az a célja, hogy a magyar-román, román-magyar határ mentén fekvő, romániai és magyarországi főkapitányságok egymással szoros együttműködésben a határtérségben közös közlekedési rendészeti ellenőrzéseket tartanak. Kifejezetten abból a célból, hogy se román, se magyar polgárt ne érjen közlekedési baleset. Ennek a megállapodásnak a kiterjesztése történt most meg tulajdonképpen. Arról állapodtunk meg, hogy nem csak itt a határ térségében, hanem így a karácsonyi ünnepek előtt azokon a tranzit útvonalakon, amelyeket magyar és román gépkocsi vezetők egyaránt igénybe vesznek, összehangolt ellenőrzéseket fogunk tartani, kifejezetten azért, hogy a karácsony az Romániában és Magyarországon is minden család számára egy békés, boldog ünnep legyen, ne árnyékolja be közlekedési balesetben sérült családtag vagy esetleg halálos áldozat az ünnepet. A román és a magyar rendőrség figyelemfelhívó szórólapokat is készített. Ezeket kedd reggeltől valamennyi magyar és román állampolgár megkapja, aki valamelyik közúti határátkelő helyen átlépi az államhatárt. A szórólapok tartalmazzák a román és a magyar közlekedési szabályok legfontosabb tudnivalóit. Mind a két ország készített szórólapot, ami segíti a gépjárművezetőket a közlekedési szabályok betartásában, de több információt meg lehet tudni a rendőrség és a konzulátus weboldaláról is. A közös munkával szeretnénk hatásosabbá tenni az ellenőrzéseket. A súlyos balesetek elkerülése érdekében mindenkit figyelmeztessünk a magyar és a román KRESZ szabályokra. A rendőri vezetők azt is hangsúlyozták, a két rendőrség kifejezetten azért működik együtt ebben az időszakban, hogy a karácsony békéjét minden román és magyar család számára biztosítsák.